Tulajdonképpen annak a folytatása, ennek a címe egy picit más lesz, nem az lesz, hogy Kőszegi Töltetek 2, hanem Kőszegi Polgárok. És azt próbáljuk talán koncepciózusabban érzékeltetni, hogy a Kőszegen élő emberek, még ha nem is az egész életüket töltik itt, de mondjuk az életüknek, az életútjuknak egy meghatározó részét, kőszegivé válnak. Még a távolból is kőszegiek, mint Kristóf Ágota, aki az első kötetben szerepel. Tehát az az etosz, ami a kőszegi polgárokat egy közösségé formálja, az az etosz ennek a második kötetnek tulajdonképpen a tárgya, hogy miben rejlik a kőszegiség. Ki mennyiben játszott kulcs szerepet a város életében, hogyan kötődött ide, illetve kísérleteztünk új módszerekkel, például egy nagyon fontos módszer, az úgynevezett pszichobiográfia, aminek az a lényege, hogy egy személy történetét, egy személy életútját nem születésétől a halálig mutatjuk meg, hanem megtaláljuk azokat a pontokat, amik az ő életében meghatározóak voltak, valamilyen szempontból fordulópontot jelentettek. Például a szabadvári szappangyár kapcsán írtunk Szabadvári Ferencről, akinek két nagyon fontos mozzanat volt az életében, ami kötődött erősen Kőszeghez. Mind a kettő drámai fordulat, kétszer kellett elhagynia a várost, nem saját önszántából, hanem a történelem olyan helyzetekbe kényszerítette, egyszer 1944-ben, egyszer pedig, másodszor pedig 1948-ban. És tulajdonképpen ebből indulva próbáltam meg föltárni az ő életútját, hogy mi is történt vele. Az egyik kedvenc történetem Reményi Ferencé, aki ebben a házban élt több mint 20 évig. 1917-ben vette meg Szemző Sándortól az épületet, és itt töltötte idősebb éveit. Nagyon szerencsések vagyunk, mert egyre nagyobb segítséget kapunk a kőszegiektől, leszármazottaktól. Ezek a legizgalmasabb forrásaink. A családoknak a személyesen összegyűjtött, tehát a családok által összegyűjtött dokumentumok, amik óriási segítséget jelentenek, mert ezek mindig különlegességek. Tehát például a szabadvári család kapcsán olyan 1945 nyarán írott gyári naplóhoz jutottunk hozzá, amiben idősebb Szabadvári Ferenc összefoglalta, hogy hogyan élték meg a nyilaskort, mik voltak a legfontosabb események a gyár történetében 44-45-ben. Ezek nagyon unikális források. Ez a város nagyon különleges, különböző okoknál fogva, talán az egyik legfontosabb oka a kettős kötődés, hogy ugye a magyar városként közelebb van Bécshez, mint Budapesthez, ebből rengeteg dolog következett. Időközben, amellett, hogy a mikrotölteti módszerekkel és a biográfiaírás különböző módszereivel feltártunk életutakat, elindultunk egy nagyon izgalmas irányba, amiben egyre több eredmény születik, az pedig a hálózatkutatás. A kőszegi polgárok, hasonlóan egyébként más városokban élőkhöz, hálózatokban működtek, és az, hogy ezek a hálózatok mennyire voltak sikeresek, ez nagymértékben befolyásolta részben az ő személyes karrierjüket, de természetesen a város fejlődését is. Először is azt tanuljuk meg a történetekből, vagy azt értjük meg inkább, hogy ezek is emberek voltak, mindenféle konfliktusokkal, hibákkal. Nagyon fontos az élettörténetekből az látszik, hogy szó sincs itt racionális döntésekről, időnként egyszer-egyszer a józanész felbukkan, de emellett rengeteg érzelem, rengeteg gyűlölet, rengeteg konfliktus, vagy éppen ilyen kicsit a valóságtól elragaszkodott ideák azok, amik meghatározták ezeknek az embereknek a cselekedeteit. Tehát ez az egyik dolog, hogy emberszerűvé válik a múlt, mert világosan látjuk, hogy ők sem feltétlenül kiemelkedő hősök, hanem húsvér emberek, akik hozzánk hasonlóan csetlettek, botlottak.